Spike Lee-t sosem szerettem túlzottan. Elismerem a munkásságát, ugyanakkor erős túlzásnak érzem az ő körülrajongását. Kb. 25 nagy játékfilmet rendezett eddig, amiből egy kezemen meg tudom számolni, hogy mennyi az igazán jó. Tény, hogy nem mindet láttam, de az arányokat tekintve teljes nyugodtsággal állítom, hogy Lee piedesztárra emelése eléggé erős túlzás. Az öt bajtársban is benne volt a potenciál, főleg a direktor remekül sikerült legutóbbi műve a Black Lensman után, az eredmény viszont kissé felemás lett. Négy vietnámi veterán visszatér az egykori háború helyszínére, hogy megkeressenek egy bőrönnyi aranyat, valamint hazaszállítassák halott vezetőjük maradványait. Az út azonban veszélyes, és hőseinknek saját belső démonaikkal is meg kell küzdeniük. Lee úgy indít, hogy a Black Lensman befejezte. Magyarul nem jól. Archív felvételek, tolakodóan az arcunkba tolt sok faktor és mindent átfogó világfájdalom arról, hogy az afroamerikaiaknak mennyire rossz. Kár kertelni, nehéz nézni, és nem a megrázó jelenetek miatt. A habzószájú hatásvadászat borzasztóan elcsépeltnek hat, arról nem is beszél, hogy a direktor úgy használja szócsőként a mozgókép intézményét, mintha maga is gyapotszedő rabszolga, netán háborús veterán lett volna. Persze ott azért a másik oldala, és az itt látott problémákról igen is beszélni kell, de Lee képtelen józanul látni, ő a hangos kisebbség, aki mindenki felett ítéletet mond. Számos helyen visszaköszönnek a múltbéli sérelmek, de nem ússzuk meg aktuál politikai fricskák nélkül sem. A legjobb példa az ezekből fakadó ellentmondásra, amikor az egyik szereplő kijelenti, hogy Trump megválasztása csak is a fehérek hibája, mert egyetlen fekete sem szavazott rá. Lényegtelen, hogy ennek a bizonyos szereplőnek az apja is a jelenlegi amerikai elnököt támogatja, és a való életben is számos afroamerikairól tudni, akik Trumpra szavaztak. Vagy egy másik példa, ott az aranyon való osztozkodás. A terv szerint az ellopott javakat az elesett fekete katonák javára akarják fordítani hőseink, ehhez képest egyiküket leszámítva mindenki a saját jussára áhítozik. Értem, hogy a kapzsiság káros hatásait akarja ábrázolni, de akkor ne tegyen úgy, mintha ez csak az önzetlenségről szólna. Ez a fajta kettősség és képmutatás körbelengi az öt bajtársat, és bár tönkre nem vágja, azért az élményt nagyban lerontja. Ugyanakkor, amikor Lee nem Istent játszik, hanem rendezőként dolgozik, és a filmre koncentrál, akkor abszolút rendben van az összkép. Noha az első háborús jelenet iszonyatosan kínosan néz ki azzal a koreográfiával és folyamatosan daráló M16-okkal, utána azért szerencsére képes érdekessé válni a cselekmény. A poszttraumás stresszel járó viszontagságok, a karakterek közti széthúzás, összetartás lélektana, illetve a komplett hajszal kincs utánfelütés működik. Szenzációs többek közt az aknás jelenet, vagy a végső összecsapás is rendben van, de szimplán a dzsungelben való bolyongás is tartogat remek pillanatokat, ilyenkor is működik az üzenet, átjön Lee gondolkodás módja, teljesen felesleges a pátoszos, sőt helyenként uszító szentbeszéd. Az árás szintén lehetett volna erőteljes, kár, hogy inkább gicsbe fordult át. Az öt bajtárs bosszantó alkotás több szempontból is. Egyszerre tesz jót neki a rendező stílusa, ugyanakkor minden hibáját is neki köszönheti. Szeretetről papol, miközben sokszor gyűlöletre buzdít, teszi mindez drasztikusan és cseppet sem árnyalva. A karakterek és az őket játszó színészek remekelnek, de ki kell emelnem Delroy Lindót, akinek minimum Oscar jelölés jár ezért az alakításért. Parádézik, lazán érete szerepében. Kár, hogy Lee csak belőle hozta ki a maximumot, ugyanis ha nem akarná ilyen agresszíven lenyomni a torkunkon a mondandóját, most egy remek művel lennénk gazdagabbak. Nem mondom, hogy ne nézzétek meg az öt bajtársat, mert egyáltalán nem rossz film, de nekem személy szerint Lee nagyon sok volt ebben a filmben, és sajnos nem jó értelemben. Úgyhogy én adok rá 60%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, ha gondolod, kövess Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!